Alekszandar Vučić elmondta, megvannak az arra vonatkozó adatai, hogy ki és mikor találkozott Radulovićjal, de azt nem tudja, hogy hogyan szökött meg. Az Interpol 2011. március 1-én adta ki ellene a köröző levelet, amely 2016-ig érvényes. Azt is elmondta, hogy a kormányalakítás idején Tadiccsal ellentétben nem tudta, hogy a mostani kormányfő és belügyminiszter többször is találkozott a drogkartel tagjával. Annak kapcsán, hogy korábban bejelentette Darko Šarićnak, a kábítószeres banda vezetőjének az év első felében történő letartóztatását, Vučić elmondta, hogy ebben most még bizonyosabb, mint két héttel ezelőtt volt. A korrupció ellenes küzdelmet illetően Szerbia polgárainak nem kell aggódniuk. Nem kell aggódniuk a belső politikai válság miatt sem. Az újabbkori politikai történelemben most először fordul ugyanis elő, hogy az állami intézmények erősebbek a politikusoknál. A szervezett bűnözés eseteiben eljáró ügynökség felszólította a rendőrséget, hogy vizsgálja ki, milyen jellegű kapcsolatot tartottak fenn állami tisztségviselők Radojub Radulovićjal, Darko Šarić bandájának tagjával. Ez azt bizonyítja, hogy az ügyészség, a rendőrség és az illetékes állami szervek elvégzik a munkájukat, függetlenül attól, hogy ki ellen készül majd az esetleges vádirat. A kormány első alelnöke azt üzente Darko Šarićnak, hogy Szerbiában igazságos bírósági eljárásban lesz része, de azt nem kerülheti el.